rögzítő igazságok idén is. Mit tudhatunk a rendezvényről? Ez a rendezvény már egy sok éve folyó programsorozatnak a harmadik állomása, és az itteni civil szervezetek, egyesületek segítségével rendezzük, nyilván a város segítségével. Már reggel óta itt kint vagyunk a helyszínen, minden egyesületnek megvan a maga feladata, és amit vállaltak, teljesítik. Most az előbb volt a díjátadója a kispályás foci bajnokságnak, ahol hát nem volt könnyű feladata a focistáknak, hiszen nagyon melegbe kellett nekik teljesíteniük, de így is nagyon jól sikerült, és az elnök úr kiemelte, hogy még sárga lap sem volt, tehát tényleg nagyon sportszerűen küzdöttek. Ezzel egyidejűleg pedig a főzőversenyt kezdtük el, már most megtörtént a zsűrizés, úgyhogy a díjátadó nem sokára majd a színpadon lesz. 8 csapat vett részt a főzőversenyben, nagyon érdekes és ízletes ételeket kóstolhattunk. Közben most már nem sokára a kenyérszentelés fog kezdődni, a kulturális része, a délutáni része ennek a rendezvénynek. Zsarnai Krisztián esperes és Csaba atya fogja megszentelni a kenyerünket. Utána pedig változatos programok lesznek. A gyerekek sem maradnak tétlenül, hiszen ugrálóvárakban tölthetik el az idejüket, és ezen kívül még barkács sarkok is vannak, csillámtetoválás, kisállatsimogató, tehát olyan elfoglaltságok, amiknek a gyerekek körülnek és jól érezhetik magukat, egyúttal a szülőknek is könnyebb, mert a gyerekeik is elfoglalják magukat, míg ők nézik a programokat a színpadon. Mi a tapasztalat? Mennyire hozza össze ilyenkor az embereket ez a nap? Hát ezek a programok, az az igazság, hogy már sok éve vannak, ezért az emberek várják, és tudják, hogy számíthatnak rá, és úgy szervezik a hétvégéjüket, hogy el tudjanak jönni. Tavaly is nagyon sokan voltak, az volt a tapasztalatom, hogy a lakosok jöttek, mentek, kijöttek, visszamentek, ebédeltek, megint kijöttek, de itt is finom falatokat lehet kóstolni. Úgyhogy jól érzik itt magukat, sőt még a város más részéről is jönnek. Itt a külterületek, ugye különböző helyszínek vannak, Mandabokor, Felsősima, Bugyka, de azt látom, hogy ezeken a helyszíneken, amikor rendezvényt csinálunk, akkor ellátogatnak egymás rendezvényeire, hiszen mindenhol működnek egyesületek, meg egyéb civil szervezetek, nyugdíjas klubok, akik összetartanak, ismerik egymást, és segítenek egymásnak. Akár a szervezésben, akár a lebonyolításban, és részt vesznek egymás programjai, nagyon jól érzik magukat, úgyhogy nem csak az itteniek, hanem a környékről is eljönnek, és tényleg összetartanak, ismerik egymást, és ez így nagyon jó hangulatú tud lenni. Az egész ország ünnepel ezen a hétvégén, az egész ország piros-fehér-zöldbe öltözött, mert rendkívüli eseményre ad okot ez a hétvége. Szent István intézkedései, a magyar korona, az államalapítás, az alkotmányunk számunkra, magyarok számára igen fontos. Sokan összekeverik a büszkeséget az önteltséggel, sőt vannak olyanok, akik összekeverik a büszkeséget a nacionalizmussal. Igenis, legyünk büszkék, hogy magyarok vagyunk. Ne engedjük, hogy elhitessék velünk, ha már a magyar szót kiejtem, ha már büszkeség tölt el emiatt, akkor nacionalista vagyok. Legyünk büszkék a történelmünkre. Egy olyan történelemre, mely az egész világon egyedülálló. Szeressük hazánkat, igenis énekeljük emelt fővel nemzeti himnuszunkat, ismerjük történelmünket, nagyjainkat, elődeinket, akik az életüket adták hazánkért. Kapcsolódik-e ez a rendezvény az augusztus 20-ai ünnepséghez? Mert ugye kenyérszentelés lesz, és mégis 19-én van, akkor hogy esett a választás erre az időpontra? Hát úgy esett, hogy a rozsdréti vigasság egy hagyományos ünnep itt Rozsréten. A 20-ához kapcsolódik, viszont nem kimondottan 20-a. És nagyon szerencsés, mikor így esik, mint ma is, most is, mert 19-e szombat, tehát kapcsolódik a 20-ához valahogyan, viszont nem zárja azt ki, hogyha valaki ide jön el programra, akkor ne tudjon részt venni a városi programon. Tehát a holnapi ünnepségre el tud menni, és nem zárja ki egymást a kettő. Úgyhogy én ilyenkor nagyon örülök annak,
hogyha tudjuk egy nappal előrébb vagy később tenni, mert akkor ez egy dupla ünnepség lehet annak, aki mind a kettőre el szeretne menni. Mennyire nehéz összeszervezni ide ugye a fellépőket, megrendezni ezt a rendezvényt? Hát nagyon nehéz, azért nehéz, nem is a fellépők miatt nehéz, mert hiszen mai világban könnyen kapcsolatot tudunk teremteni azokkal, akik vállalják a fellépést, hanem inkább a szervezése, a berendezése, hiszen ez egy sportpálya, a játszótér. Itt nincs például olyan, hogy művelődési ház, mint a többi területen. Tehát itt székeket, asztalokat, sátrakat, itt mindent el kell, hogy hozzunk, meg kell, hogy szervezzük, hogy ki mit hoz, mikor hozza, hogyan kerül ide. Úgyhogy ez egy plusz feladat így nekünk, de hát nem ismerünk lehetetlen. Vannak segítségünk, vannak állandó támogatóink, akik mindig vállalják a fuvarozást, a szállítást, a lepakolást, felpakolást, a polgárőrség vigyázza a dolgokat. Tehát ilyen szempontból megvan a nehézsége, de azért meg tudjuk oldani. Szuhanics Albert, nemzeti ünnep augusztus 20-án. Csordultig telt szíveinkben, ősremények hangja dobban. Ezer éves szép hazánkban, hogyan élhetnénk mi jobban? Kárpátoknak igaz gyöngye, Magyarország a mi földünk. Teremje meg új kenyerünk, s legyen borunk, mit kitöltünk. Államiságunk ünnepén a szent jobbot körbehordják, az időknek végeztéig, a mi hazánk, Magyarország. Ott, ahol zúg Duna, Tisza, az új kenyer bőven terem. Áldott földjén aranymezők, nektár csöppen szőlőhegyen. István király mindörökre, Máriára bízt a földünk. Patronosunk, nagyasszonyunk, nem veszi el senki tőlünk. Gyermekáldás legyen számos, boldog párok, otthon, fedél. Mi mást adhat magyar állam? Azt, hogy te itt otthon legyél. Munka legyen, boldogulás, család, Istenege alatt, Szent Koronánk védelmezzél, s magyar hazánk erős marad. Milyen szerepe van a Váci Mihály Kulturális Központnak a mai rendezvényben? Hát a Váci Mihály Kulturális Központ tulajdonképpen a főszervezője ennek a mai programnak, a Rozsréti Vigasságoknak. A képviselőasszonnyal, illetve a várossal harmonikus együttműködésben évek óta hagyományos jelleggel megrendezzük ezt a fesztivált a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, és mint ahogy gondolom sokan látják, ebben a városrészben is nagy igény van az ilyen ünnepi eseményekre. Épp az előbb ígértem meg, hogy természetesen jövőre is megrendezzük, ugyanis a Váci Mihály Kulturális Központnak nem csak a központi épülete, illetve a városban belül eltöltött szerepen fontos, hanem nagyon fontos a város minden része, a város minden lakója, úgyhogy mindenhová igyekszünk elérni. Múlt héten ugye rendeztük a Józsaváros napokat, holnap lesz például Borbányán Borbányai családi nap, de természetesen a holnapi központi ünnepségben is kivesszük a részünket. Mutassátok be magatokat néhány szóban. A Revival Line Dance Club vagyunk, ami azt jelenti, hogy line dance az egy ilyen sortánc. Ez Amerikából indult évekkel ezelőtt, kocsmatáncként. Arra szolgált, hogy este, amikor az emberek összegyűltek a kocsmákban, nagyon egyszerű, ilyen 16-32 lépéses táncokat találtak ki, és ebbe bárki be tudott állni. Ez volt a lényeg. Aztán lassan ez szépen átkerült Európába, és az európai társadalomból a franciák, a spanyolok, az olaszok egy picikét fölturbózták az ő mozgás kultúrájukkal, és így kialakult egy európai, egy ilyen katalán stílus, és mi annak vagyunk most már a képviselői itt Nyíregyházán. És honnan jött az ötlet, hogy ti ilyet táncoljatok? Mindenkinek különböző csatornákból jött az ötlet. Én speciál egy YouTube videóról vettem az ötletet, és olyan szerencsém volt, hogy pont ebben az időben indult egy ilyen csapat a városban, és oda mentem, és annyit mondtam, hogy ezt akarom csinálni.
hányan vagytok most? Per pillanat Nyíregyházán 3 csapat létezik, aki hasonló stílusban táncol. Ebből talán mi vagyunk a legkisebb létszámú csapat, mi 6-an vagyunk, ami azt segíti nekünk elő, hogy nagyon szépen a 6 ember együtt tud haladni, és mivel ebből a világon versenyeket is rendeznek most már, főleg Európában, így nagyon sok esetben a nehezebb versenytáncokat is így 6-an mi meg tudjuk tanulni és elő tudjuk adni. Egységessé vált a csapat, mert mi mióta 2013. január óta vagyunk ebben a 6-os formációban. Tehát ugye összeszokott csapatról beszélünk. Mennyire nehéz ez a tán? Az első lépések mindig nehezek, de ha valaki nagyon nagy kedvet érez hozzá, akkor a zene, a társaság az nagyon megkönnyíti a dolgot. Végül is itt is vannak alaplépések, amiket meg kell tanulni, és onnantól már megy minden, mint a karikacsapás. Mennyit kell gyakorolni egy-egy ilyen fellépés előtt? Tehát a fellépésre úgy igazából nem kell gyakorolni, ugyanis az úgy néz ki, hogy a fellépés közötti időszakokban folyamatosan tanuljuk a koreográfiákat. És mivel ezt általában az ember igyekszik tökéletesen megtanulni, így a nehézsége csak az jelenti egy fellépés előtt, hogy mit tegyünk bele a fellépésbe. Tehát ezek olyan táncok, amiket napról napról, hétről hétre gyakorlunk. Bend the rules a little when no one can see. But it gets us nowhere, 'cause the truth within says it's not the being there, but the journey that matters in the end. So take the road less traveled, take the long way round, let your life unravel as you cover that. Hogy a különlegességét. Miért pont ez? Én úgy gondolom, hogy először is jó a zene, és amit mondtam, az előbb jó a társaság. A különlegesség az benne, ami számunkra nagyon-nagyon nagy lendületet ad, hogy országosan nagyon sok csapattal tartjuk a kapcsolatot, nemzetközi szinten nagyon sok csapattal tartjuk a kapcsolatot, rengeteget utazunk ezzel a tánccal, és amíg bírjuk, csinálni fogjuk. Ha szeretne valaki csatlakozni hozzátok, ez megteheti-e, és ha igen, akkor hogyan? Nyíregyházán mind a 3 csapatnál mindig vannak toborzások. Nem kell megijedni attól, hogyha valaki bemutatókon rád bennünket, hiszen ez már több éves táncos múlt, tehát ezek már a nehezek koreográfiák, de megfelelő létszám esetén mindig nagyon szívesen foglalkozunk a kezdő táncosokkal, úgyhogy jelenleg a mi csapatunk az a Ságvári Kertvárosi Művelődési Központban, a Prága utcán mi ott próbálunk, általában kedden és csütörtöki napokon, de interneten egyébként Facebookon fönn van a csapat, tehát meg lehet találni a csapatot, és akkor ott tudunk egyeztetni bárkivel.